Döntetlennel kezdte az Energy FC az európai klub szereplését itt a bulgáriai Naposparton. Dév, bentről hogy láttátok ezt a meccset? 2-0 elment az ellenfél, aztán a végén kiegyenlítettetek, de belülről. Én úgy éreztem, hogy egyébként szokták mondani, hogy kezdés a nehéz, meg az első meccs a nehéz, de mi jól kaptuk el az elején a folyam, igen, és helyzetre dolgoztunk ki, de ezek azért rendre kimaradtak, nyilván nem figyeltünk eléggé az utolsó pillanatoknál, és hát ahogy lenni szokott, gyakorlatilag a semmiből kaptunk kettőt, az első fél időben két elkerülhető gólt, de viszont azért az előnyünkre válik, hogy nem adtuk föl, és ugyanúgy mentünk tovább, és szerintem ennek lett az eredménye, hogy a végén hatalmas küzdéssel egy nagyon fizikális meccsen, de ki tudtunk egyenlíteni. Itt persze a csapattól a folytatásban ugye jön egy bulgár, egy hazai csapat és egy szlovák ellenfél. Meg fogjuk nézni szerintem a két csapat meccsét, ami ugye velünk azonos időben ment a másik pályán. Megnézzük és meglátjuk. Hát igazából azt gondolom, hogy ugyanígy fogunk beleállni a meccsekbe, viszont az biztos, hogy egy kicsit élesebbnek kell lennünk, mert ezeket a meccseket az elején el kéne dönteni, és akkor ha nem mi megyünk az eredmény után, akkor szerintem meg lehet. Úgyhogy mindent bele.